Sziasztok! Minden aktuális témáról, ugye, mint egy rendes magyar nyugdíjasnak van véleményem. Sziasztok! István bácsi vagyok, a mindentudó okos nyugdíjas. Most egy kicsit szomorúbb videót készítek nektek, mint amit eddig szoktam, hiszen a körülbelül másfél hete történt törökországi földrengés nagyon megrendít. És azon elmélkedek, hogy nálunk is volt körülbelül egy két éve egy földrengés, de hát az jóval kisebb volt itt a lakótelepen, de nagyon megijedtünk. Akkor ehhez képest ott az emberek mit élhetnek át, amikor a házak összedülnek és halálfélelmek vannak. Így belegondolva borzasztó lehet, hogy a családtagok keresik azokat az embereket, akik az összedült házakban vannak, és még 10 nap után is nagyon reménykednek, hogy megtalálják élő családtagjaikat. Azért egy kicsit aggódok, hogy mi lesz a lakótelepünkön, mert hiszen már a szomszéd országban, Romániában is megjelent, illetve földrengés van. És mi lesz akkor, hogyha ez a földrengés tovább gyűrűzik, és esetleg minket elér? Hogy a mi lakótelepünk van-e olyan erős, a mi lakóházunk kibírja a földrengést, és mi lenne velünk? És még van egy nagyobb probléma, hogy így nézem, hogy anarchia van. Tehát az egyszerű emberek is kénytelenek olyan dolgokat csinálni, amit nem csinálnának. Tehát nincs ellátás, nincs ennivaló, nem tudnak fürödni, nem tudnak enni, inni, a családtagjaikat elvesztették. Tehát ez egy nagyon nagy tragédia lehet. Tehát kényszerpályán vannak, nem tudnak mit csinálni. Tehát ez egy borzasztó dolog lehet. Annak azért nagyon örülök, hogy a tévében látom, hogy a magyar szakemberek a keresőkutyákkal az elsők között ajánlották fel a segítségüket, és akkor ez egy kicsit büszkébe is tett, hogy azért a magyar emberek ilyenek is tudnak lenni, hogy segítenek a másnak, hogyha bajba kerül. Tehát az egy jó dolog. Na, mi erről a vélemény?